Hát most egy olyan új területre megyünk be, hogy gyakorlatilag majd megláthatjuk azt, hogy bent laknak gyakorlatilag emberek az erdőbe. Az odavezető út az azért érdekes már itt látni egyébként, mert valójában az erdőtársaságnak a tulajdona. Tehát például egy önkormányzati pénzből ezt az utat ezt nem lehet felújítani. Nyilván azért érdekes ez a történet, mert ilyen időben, hogy hogyan megy oda a hatóság, mentő, rendőrség, esetleg tűzoltó. Tehát jól látjuk, hogy tulajdonképpen meg nem is megközelíthetők az ingatlanok, mégis vannak oda kiadva lakcímkártyák. Ki rakja ezt ide? Hát valószínűleg azok, akik a környéken élnek. Hiszen nyilván nem valószínű az, hogy valaki, akinek egyébként otthon szemétszállítási szerződése van, az egyébként ide autóval külön felhozná a szemetet, és jól látszik egyébként, hogy ez mint háztartási hulladék. Tehát ugye ezek az ingatlanok jól látszik, hogy nem alkalmasak arra, hogy itt rendes, normális, életvitelszerű életet éljenek az emberek, mert amikor ilyen idő van, akkor nem tud feljönni a hatóság, nyilván nem tud feljönni a kukás autó, nincs kuka, a szemét itt fog kikötni. Tehát ezek ugye egykor hétvégi ingatlanok voltak, nem alkalmas arra ez, hogy itt ilyen telep létrejön. Hát látszik ebből, tehát itt azért most már jól látszik, hogy hatalmas mennyiségű ez a szemét. Hát most így néz ki. Lerakják és tovább költöznek? Igen, igen. Ebben 3 évvel ezelőtt, igen, még itt még laktak. Tehát tulajdonképpen ugye itt elmondhatjuk, hogy semmi nem normális, már maga az idevezető út sem, hiszen az az út, amin átjöttünk, az az erdőbirtokosságnak a tulajdona, ahogy az előbb említettem is. Így tulajdonképpen ők tartják karban, egyébként arra akkor jöttem rá, akkor tudatosult bennem, amikor önkormányzati képviselőként megpróbáltam megcsináltatni, tehát közpénzből magánutat nem lehet, és akkor derült, hogy az erdőbirtokosságé ez az út. Például jó kérdés, hogy mi van akkor, ha az erdőbirtokosság úgy dönt, hogy egyébként lezárja az utat, bár az előfordulható szorgalmi jog az van rá. Ami viszont nagyon fontos az, hogy ez az út nagyon sokszor járhatatlanná válik, és ilyenkor fel kell tenni azt a kérdést, hogy mondjuk hogyan jönnek a hatóságok ide föl, akár a mentő, a tűzoltó, vagy akár mondjuk a rendőrség. Az is jól látszik, hogy itt igazából semmilyen szabály nincs betartva. Láttuk az erdőben a szemetet, tehát ez azért vélelmezhetően azoknak a szemete jó részt, akik itt élnek, és jól látszik, hogy háztartási hulladék. Vezetékes víz nincs a területen, ugye a közkútról hordják a vizet. Az is elmondható, hogy nyilván a szennyvíz elhelyezés az teljes mértékben szabálytalan, tehát jól látszik, hogy fertőzésveszélyes állapotok is kialakulnak. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ez a terület ez nem alkalmas arra, hogy itt életvitelszerű életet folytassanak. Ennek ellenére a lakcímkártyák azok ugye ide kiadásra kerülnek, és azt gondolom, hogy nagyon komoly probléma. Egy teljesen zárt terület, és ezáltal tulajdonképpen a hatóság, amikor így adja ki a lakcímkártyát, akkor tulajdonképpen önmaga teremti meg annak a lehetőségét, hogy létrejöjjenek ilyen törvényen kívüli területek, no-go zónák.